Az elmúlt időszakban több kisebb városüzemeltetési problémával is megkerestek a választókörzetben élők. A Jóguarda gondosságával igyekszem segíteni ezen problémák megoldását is. A első ilyen helyszín itt a Honszerző utca, ahol gyakorlatilag az aszfalt burkolatot kellene visszaállítani egy egykori csőtörés nyomán, és ennek a helyreállítását kértem. A második helyszín az itt van, ahol a 6-os busz végállomását egy lépcsősor vezet föl a Taksony utcára. Itt egy balesetveszélyesen megdőlt fa volt található, amely rádülhetett volna akár az itt közlekedőkre, illetve a vezetéket is leszakíthatta volna. Ennek a fának a kivágását kértem, ami most már meg is történt. A busz megálló felépítményének a teteje is lyukas, tönkrement, de a 6-os busz végállomásánál, és ennek a cseréjét is kértem. A Bellervölgy utca végében pedig egy rossz minőségű korhadó villanyoszlop cseréjét kértem az Émász szakembereitől, amely immár meg is történt az elmúlt hetekben. Az Erdősor és a Szent István utca, illetve a Pereces patak mentén pedig rágcsálóirtást kértem, ugyanis több lakossági jelzést is kaptam arról, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak a rágcsálók ezeken a területeken. Azt gondolom, hogy ezen városüzemeltetési kérdések is rendkívül fontosak, hiszen az itt élők életminőségét javítja, hogyha ezeket a mindennapos problémákat meg tudjuk oldani. Éppen ezért ebben, ahogy mondtam a videó elején is, a Jóguarda gondosságával igyekszem segíteni.